Óvatosságra és körültekintésre hívták fel a figyelmet az alegerszegi rendőrök. A biztonságban az ünnepek alatt elnevezésű kampányukban a közlekedés veszélyeire és a bűnözők leleményességére is kitértek. Ez a szerkezet egy kisebb koccanást szimulál. Ennél nagyobb sebességnél egy ütközés akár végzetes is lehet, főként, ha nem használják a biztonsági övet. Többek között erre hívták fel a figyelmet a rendőrök az alaegerszegi dísztéren. Mint mondják, a megváltozott időjárási viszonyokhoz alkalmazkodni kell. Ez pedig kellő körültekintést követel a közlekedésben résztvevőktől. Korábban sötétedik, az utak nyírkosak és egyre több helyen csúszósak. Ha nyílt területen haladunk kint, és főleg erdősávval határolt területen, hisz Zalamegyére elmondhatjuk, hogy nagyon sok vad van, ebből kifolyólag a vadász, tehát azok a területeken, ahol a vadászat folyik, és most ugye elindul a vadászat is, körültekintőbben lassabban mérsékeljük a járműveknek a sebességét. A ünnepekre tekintettel pedig a járművezetők figyelmét továbbra is felhívjuk, hogy Magyarországon a zero tolerancia van érvényben, alkoholt nem lehet fogyasztani, és így főleg gépjármű és jármű volánya mögé ülni is tilos. A járművek gumiabroncsait és világító berendezéseit minden utazás előtt ellenőrizni kell. Ez vonatkozik a biciklisekre is. A látni és látszani kampányban ehhez szükséges láthatósági eszközöket kaptak a járókelők. A közlekedés biztonság mellett a bűnmegelőzésre is figyelmeztettek. Tömegrendezvényeken, karácsonyi vásárokban és bevásárló központokban egyaránt fontos az óvatosság. Mindig figyelni kell arra, hogy lehetőség szerint a legkevesebb dolgot vigyük ilyenkor magunkra. Próbáljuk meg előre megtervezni otthon, hogy mikor, hova fogunk menni, mennyi pénzre van szükségünk, és lehetőség szerint részesítsük előnybe a bankkártyás vásárlásokat, hogy ne kelljen a készpénzt magunkkal hordani. Én igazából felhívnám még a figyelmet, ami nem is elsősorban a vásárokra vonatkozik, hanem az internetes vásárlással. Sajnálatos módon az utóbbi időben megszaporodtak az internetes vásárlásokhoz kapcsolódó csalások. Az ünnepek alatt sokan távolabbra utaznak, őrizetlenül hagyva ingatlanjukat. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ilyen esetekben mindenképpen bízzanak meg valakit, aki kiüríti a postaládát, fel és lehúzza a redőnyöket, valamint odafigyel arra, hogy az otthonunkban legyen mozgás. Ezzel elkerülve a lehetséges betörést egy hosszabb távollét esetén.